G2A. A legjobb leárazások egy helyen. De főleg a leírásban. Na csőcső, üdvözöllek benneteket ebben a videóban, ahol szeretném megjegyezni, hogy holnap elő fogok startolni streamet, és azért fontos, hogy ott legyetek, mivel ugyanis rengeteg G2A-s kód van a tarsolyomban, és szeretném nektek suli kezdésre, vagy bármilyen szeptemberi kezdésre kiosztani, amiből akár tudtok vásárolni Netflixet, akármilyen mini játékot, vagy programot, vagy amire éppen szükségetek van, holnap délután 2 körül már menni fog a stream, várlak benneteket sok szeretettel, és ne felejtsétek el, hogy vasárnap pedig lesz bajnokság a maradék 9 vagy 8 tonyás kódokért, úgyhogy erre is figyeljetek oda, vasárnap este megszokott időben, este 8 körül pedig ugye akkor a PBA-n fogunk játszani, és akkor a top 1-ek majd a nézők közül viszik ezeket a 10 tonyásos kódokat, tehát hogy egy kód az 10 tonyást fog tartalmazni. Na vágjunk is bele, megéri ez a Sárkányföld 2 belépő, és még sok más. Ugye minden egyes újabb szetnél a TFT-ben újabb passzal fogadjuk, ezért ugye mindenki tudja, hogy amint vége a passznak, akkor jön a következő szett, ezt ugye egyértelműen mindenki ki tudja logikázni, ugye? Ja, nem, bocsi. És a lényege ennek az egésznek, hogy minden egyes új passzal újabb kis skinekre tehetünk szert, ugye az 5 darab ajándék tojás megmaradt, és ez az ilyen kis vizes hordóban csillelő, relaxáló kis sprite lesz most a jelenlegi. A passzal járó skin pedig ez a kis koi pontjunk lesz, ami egészen cukika, ilyen ugye 2 csillagos verzióban, és itt látható 3 csillagos verzióban. Az új pályák nagyon extrák lettek, nekem amúgy nagyon-nagyon tetszik, totálisan laza atmoszféra, nem túl zavaró animációk, teljesen aranyosak lettek. Az, hogy most melyik fizetős, melyik nem, ezt majd idővel megtudjuk, de ha jól tudom, ez jelenleg fizetős pálya lesz. Nézzük az új boomokat, tehát ez ilyen kacsázós lesz. Borzasztóan jó, fantasztikus. Mondjuk ez azért elég cuki. Illetve lesz egy újabb, sejtésem szerint ez az új Mythic map lesz. De remélem, hogy nem úgy lesz megszerezhető, mint az előző, hogy ki kell érte nyitni 50 ládát. Jelenlegi animáció, az egyedi animációja pályának, ugyanis amikor nyerő szériában vagy. Eléggé fancy kis pálya lett, nagyon aranyos itt bal föl ez a kis dinoszauruszocska is. Teljes, vagy sárkányocska inkább, ugye, mert sárkány szett. És nem szabad ugye elfeledkeznünk az új penguról, akinek lesz most egy kis saját sárkánya. Eszméletlenül cuki lett. Itt láthatjátok alapformájában. Két csillagos verzióban. És 3 csillagos verzióban. Na de nézzük meg az animációit. Hát szint tiszta kifli. Ezek lesznek a pályák, amik a passzal járnak. Majd ne feledkezzünk el az új kishősökről sem, aki most Bangó lesz szép a sztár. Az új kis csibi hős, aki megérkezik, az nem más, mint Lee Sin.
De ne feledkezzünk el Lee Sinnek ugyebár a sárkányos skinjéről, amit kötelezően épp most behoznak. Egy jó kis inszek animációval. Valamint csatlakozik Yasuohoz, mivel ennek is lesz egyedi befejezése, úgymond amikor te ejtesz ki valakit. Mondjuk nekem ez jobban tetszik, mint a Yasuo-s. A set 7,5 megjelenését az alábbi dátumokon láthatjátok, hogy mikor mire fog megjelenni, de gondolom javarészt itt mindenkit a fő platform érdekel a LoL kliensén keresztül, ami pedig szeptember 8-at jelent, illetve hajnal egykor másnap megérkezik telefonra is. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk mindjárt streamen, jók legyetek, sziasztok, peace!